Dreskán és Ütő Ágnes 2014. szeptemberében kezdett el a mentőknél dolgozni. Az adminisztrátor sokrétű feladatot végez a szolgálatnál, szinte minden munkatársa személyes a kapcsolata, és nap mint nap azért fáradozik, hogy az egyenruhások kéréseit HR-esként teljesíteni tudja. Szeretném, ha tudnám, hogy maximálisan ismerjük azt, amit csinálsz. És... A Székesfehérvári Mentő Alapítvány kuratóriuma idén úgy döntött, elismeri ezt a munkát. A szervezet az év dolgozójának választotta Dreskán és Ütő Ágnest. Abszolút nem számítottam rá, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert én nem is gondoltam volna, hogy én... Tehát nem éreztem úgy, hogy én sokat dolgozom, de mégis, hogy mindenki úgy gondolja, hogy én ezt így megérdemlem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Az alapítvány minden évben elismeréssel köszöni meg azoknak a munkáját, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Mint azt a szervezet kuratóriumi elnöke mondja, fontos, hogy érezzék a kollégák nélkülözhetetlen, amit csinálnak. Nagyon nehéz a mentőmunka, minden egyes szakágában megvannak a maga a nehézségek, és szerettük volna egy kicsit ezt éreztetni velük, hogy mi tudjuk, hogy mennyi mindent tesznek meg az állomásért is, a megyért is, és ez egy részünkről egy ilyen kedveskedés, hogy pluszban érezzék, hogy igenis fontos az, amit csinálnak. Elismerést vehetett át a Székesfehérvári állomás ünnepségén Nátrán Szabina az irányítási csapatból, Szabó Andrea kivonuló mentőtiszt, Kosaras Gábor mentőtechnikus és Fejes József mentőtechnikus.